Vlagyimir Putyin orosz elnök arról beszélt a csütörtöki évértékelőjén, hogy 617 ezer orosz harcol Ukrajnában. Az úgynevezett szibériai zászlóalj tagjait valószínűleg nem számolta bele. Ez ugyanis az ukrán hadsereg alegysége, és olyan oroszok csatlakoztak hozzá, akik saját hazájuk ellen harcolnak Ukrajna oldalán. Miért vagyok itt? Ez egyértelmű. Nem akartam a fasiszta Putyin Oroszországához tartozni, mert kiábrándultam a saját népemből. Ezért akartam idejönni a háború kezdetén és harcolni a szabad Ukrajnáért, mondta egyikük. Egy másik katona pedig arról beszélt, hogy az orosz kormány ellopta a lehetőségeket és a jövőt az orosz társadalomtól. A fél éve létrehozott zászlóaljban néhány tucatnyian érkeztek Oroszországból, és nem csak oroszok, hanem etnikai kisebbségek tagjai is, például jakutok vagy burjátok. A hadvezetés abban bízik, hogy a következő hónapokban több százan fognak még csatlakozni az egységhez.